Bemutató edzés keretében köszönte meg a bizalmat Halmosi Zsolt és Tóth Dominik, akik a szponzor és családi támogatásnak köszönhetően vehetnek részt a Mexikóban megrendezésre kerülő junior funkcionális fitness világbajnokságon. Fiúknak az országos bajnokságon kellett részt venni ahhoz, hogy Mexikóba kijussanak a VB-re, és Zsolti nálunk, ő nyerte meg az OB-t, Dominik lett a harmadik, és ezzel kvalifikáltak ők a junior világbajnokságra, ugye U17 és 18-es korosztályban. Nem ismerjük a mezőnyt, viszont én nagyon bizakodó vagyok, mert én úgy gondolom, ez az elmúlt 4 hónap felkészülése, ez nagyon jól sikerült. Úgyhogy én minden jobb eredménybe reménykedem mindkét fiútól. Szeptemberben leültünk átbeszélni, hogy fog kinézni az elkövetkezendő 4 hónap. Igazából ugye megvolt mindkét fiúnak, hogy mik azok, amik az erősségei, mik azok a gyengeségei, és igazából ezekre próbáltuk a hangsúlyt fektetni az elmúlt 4 hónapban. Nagyon sokat dolgoztuk az állóképességükön. Az erejük, az alap erejük azok elég jó volt a srácoknak, viszont az állóképesség és a saját testsúlyos gyakorlatokat azok voltak nagyobb hangsúlyban ugye az edzésekben, a súlyemelésen kívül. Mert ugye 4 tesztfeladat lesz a VB-n, lesz egy állóképességi teszt, az 150 méter úszásból és 2400 méter futásból fog állni, akkor lesz egy maxerő teszt, az egy súlyemelő gyakorlatból egy felvétel lökés lesz, és akkor utána egyből kell csinálni 5 darab elemelést. Ez az erőteszt, akkor lesz egy saját testsúlyos teszt, ott egy, ez az airbike, tehát ez egy bringa lesz, amit majd látni fogtok, majd itt a srácok be fogják mutatni. Az fog kiegészülni egy húzózkodással, egy boxra felugrással és egy falra felsétálással. Ez lesz a saját testsúlyos teszt. És akkor lesz, úgymond ezeknek egy ilyen mixe, az lesz a 4. tesztük. Igazából ott lesz benne egy ugrókötél, kötélmászás, zsákkal, vára felvétel, akkor guggolásból kinyomás, és igazából tehát ezeknek a kombinációja. Ez fogja megadni a 4 tesztet. A szponzori segítség nélkülözhetetlen volt ahhoz, hogy a fiúk képviselhessék Magyarország színeit a világbajnokságon. Ez egy önköltséges történet volt, és szponzorokat kerestünk meg, hogy támogassák a srácokat, és igazából tehát elég sokan tudták megtámogatni őket, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük a fiúk nevében, meg így az E2 Sport Egyesület nevében is, hogy ez összejött, igazából ez egy nagyon nagy dolog lesz szerintem ugye a srácoknak, meg az egyesületnek is, meg nekem is, mint edzőnek. A sport sok kitartást, mentális erőt, küzdeni akarást követel meg a versenyzőktől, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy Mexikóban a legjobb formájukat hozzák. Reménykedem, hogy minél jobban fog sikerülni, de annyira nagy elvárások nincsenek, de azért szeretnék teljesíteni. Én nem olyan régen kezdtem ezt az egész sportot, 1 évet csinálom igazából. Karatéről váltottam, én azt 13 évet csináltam. Ugyanígy versenysportoltam, mint most. És igazából 3 hónapra rá, miután elkezdtem, utána már elmentem egy versenyre. És hát azóta igazából nagyon szeretem az egészet, igazából így az élet minden terén jól jön ez a sport. Megtanultam úszni, amit előtte egyébként nem tudtam. Zsolt már 2. éve versenyez a funkcionális fitness világában, számos szép eredménnyel büszkélkedhet már. Ezt a sportot ezt én általános iskola 6.-7. osztályába kezdtem, csak akkor még nem versenyszerűen, csak azért, hogy sportoljak valamit. 2-szer voltam magyar bajnok, tavaly és az idei szezonban. Meg több versenyen szerepeltem, de így ez a 2 nagyobb volt. 14 hetet készültünk, a heti 5 edzés az még néha volt, a eleinte volt, még hogy reggel is volt, illetve hétvégén, meg az úszások még, amik kiegészítették. Most így a vége felé így egy picit kevesebb edzésünk volt, viszont ezek intenzívebbek voltak. A mezőnyt nem nagyon ismerjük, így hát következtetni annyira nem tudunk. Szeretnék minden jobb eredményt elérni, és kihozni magamból mindent. A fiúk a bemutató edzés alkalmával betekintést engedtek az érdeklődők számára abba a kemény munkába, aminek köszönhetően részesei lehetnek a junior funkcionális fitness világbajnokságnak.